2022-ben újszerű neo-avangárd színházi előadással lepte meg közönségét a Vörös Marti Színház. A Petőfi Rock című darab Pál István rendező munkáját dicsérte, amelyet az első magyar rockopera alapján alkotott. A költő születésének 200. és az ősbemutató 50. évfordulója előtt tisztelegve. A színház most 50 évvel később ezt a darabot dolgozta át, ebből láthattak részleteket az érdeklődők az ünnepségen. A forradalom kitört Olaszországban! A forradalom kitört Olaszországban! A Petőfi Rock rendezője Lőrinc Zsuzsa az eredeti Vági László szerezte zenét, Cserta Balázs dolgozta át a mai tizenévesekre, a koreográfus pedig Rovó Tamás volt. Azt hiszem, hogy ha az idén 200 esztendeje született Petőfi Sándor ma itt közöttünk állhatna, igencsak elégedett volna, hiszen látná, az ő lelkében lobogó láng nemhogy nem hújt ki, de óriási erővel él a ma fiataljaiban is. A polgármester beszédében az 1848-as hősöket méltatta. Csarpalkovics András emlékeztetett, nekik köszönhetjük a mostani békét, az építkezés lehetőségét, a jelent és a remények szerint a jövőt is. A városvezető hozzátette, ismét veszélyben lehet a béke, és bár ez a küzdelem nem Székesfehérváron dől el, mégis az otthonunkat ét. Most, hogy immár évek óta közösen építkezhetünk magunk és gyermekeink javára, ismét szembe kell néznünk a lehetőséggel, hogy a világ birodalmainak üllője és kalapácsa közé szorulhatunk, ami veszélybe sodor mindent, amit eddig közösen elértünk. Ez a küzdelem azonban elsősorban nem itt, nem a mi városunkban dől el, bár a mi otthonunk is a tétje. Van azonban feladatunk nekünk is. A mi feladatunk, kedves polgártársaim, hogy közösen, összetartva, a félelemnek és kétségnek ne engedve építkezzünk tovább. Ne hagyjuk, hogy a más társadalmakat sok helyen tépázó konfliktusok befészkeljék magukat a közösségünkbe. A Fejérvár megyei közgyűlés elnöke beszédében az egykori forradalmárok eszmeire támaszkodva a birodalmi törekvések elutasítását hangsúlyozta. Mint Molnár Krisztián fogalmazott, ma 175 év elteltével ugyanazt kell tenni, mint a márciusi ifjaknak. Újra és újra meg kell küzdeni a szabadságért. A magyar érdek csak akkor tud érvényesülni, ha a döntéseinket önállóan, külső kényszer nélkül tudjuk meghozni, hiszen csak saját magunknak vagyunk mi a legfontosabbak. A küzdelem ma is erről szól. A magyar érdek az, hogy saját sorsunkról mi magunk döntsünk. A mai világban a végtelen, kiszámíthatatlan vizeken csak azok tudják rendben folytatni az útjukat, akik mindenre figyelnek, mindenre felkészülnek, és eszközeik mellett a szemeiknek és a megérzéseiknek is hisznek. Bíznunk és hinnünk kell, terveznünk és gondolkodnunk kell. Felállítani a forgatókönyvet, tervszerűen tudatosan azon dolgozni, hogy a kiszámíthatatlanságban megtaláljuk a kapaszkodókat. Molnár Krisztián beszédében az is elhangzott, a szabadságot nem egyének vívják ki, és a szabadságot sohasem egyének kapják. A szabadságnak csupán akkor van értelme, ha azt közösségben éljük meg, tette hozzá az elnök.